A fiúk számára ezek a rendőrségi járművek bizonyultak a legnépszerűbbnek a Fejér megyei rendőrfőkapitányság bűn- és baleset megelőzési gyereknapján. A fiatalokat több helyszínen is bemutatókkal várták a bregyó közben. Hát az autókba ültem bele, meg hát néztem az előadást. Autóban ültünk, ugrálóválasztunk, és hát eddig még ennyi. Második alkalommal szervezték meg a baleset megelőzési napot, a programokat Fehérvár polgármestere nyitotta meg. Kivel milyen módon állhattok szóba, vagy éppen nem állhattok szóba, kitől mit fogadhattok el, vagy éppen nem fogadhattok el. Én azt hiszem, hogy ez mindig minden időszakban különösen fontos, főleg így a nyári időszak előtt. Készletrendőrség kutyás alosztályának a bemutatót látjuk. Egy kutyás bemutatón a rendőrök veszélyes bűnözők elfogását játszották el. A gyerekek körében szemmel láthatóan ez is nagy sikert aratott. De a több száz fiatal kipróbálhatta magát motoros és rohamrendőrként is, valamint a tenyérlenyomatukat is megvizsgálhatták a nebulók a bűnmegelőzési gyereknapon. Egy új irányt nyitottunk. Mint a Simon László megyei rendőrfőkapitány elmondta, a gyereknap megszervezésével az volt a céljuk, hogy a gyerekek figyelmét játékos formában már egész fiatal korban a megelőzés fontosságára irányítsák. A kollégáim, a bűnmegelőzési szolgálat munkatársai, a közlekedésrendészet tisztjei vannak itt kint, és a interaktív beszélgetés játék közepette rögzítjük játékos totókon, kérdéseken keresztül az előbb imént témaköröket, és próbálunk hatni a kicsikre, gyermekekre, és rögzíteni ezeket a hasznos ismereteket. A programok egész délelőtt tartottak, a rendezvényt azért időzítették a nyári szünidő kezdetére, mert ilyen tájt a gyermekekkel kapcsolatos balesetek és bűncselekmények mindig megszaporodnak. Egyúttal a szülők figyelmét is felhívták a rendőrök, a nagyobb odafigyelés és a megelőzés fontosságára.